Tehát, erdélyi csorbaleves. A receptben én 20 deka csirkecombot írtam, csirkecombfilét. Én most 40 dekából készítem. Egyrészt ilyen csomagot kaptam, másrészt ez a leves akkor jó, ha minél többször melegítjük, szinte. Tehát holnap is kell enni valamit, nincs kedve még egyszer nekiállni főzni. Tehát ezt a húst én olyan 1 centis kockákra vágom. Ha nagyobb inakat találok benne, azt azért kibányászkodom belőle. Legközelebb csak csirke felső combfilét veszek, ma az alsóban több az ín. Nem is tudom, valahogy most így jött össze. Ez itt tehát 40 deka húsi, amit 2 liter vízbe föl fogok tenni főni. Ebbe a főzővízbe belerakok egy darab vöröshagymát egészben, beleteszem a húsokat, úgy, jó, tehát másfél evőkanál só benne van a 2 liter vízben. Én ezt a 2 répát, ezt gyors ütemben nagyjából ilyen 1 centis kockákra vágom. Tehát visszatérve Gizusra, azt mondta nekem, hogy ugye én úgy ismertem ezt a receptet, sőt, kicsit túlzással úgy tudtam, hogy minden, ami zöldség, és hús, és savanykás, és ilyen egytálszerű leves, azt kérem tisztelettel csorba. Hát azt mondta a Gizu, hogy ez nem teljesen így van. És például tejfölt és tojássárgáját, ugye ezt hívjuk legírozásnak. Csak ott használunk, azt mondta az én kedves kis kolléganőm, mondjuk egy paccal levesnél, ahol más nincs is a lében, gyakorlatilag csak a paccal. Tehát ebben nem kerül se tejszín, se tejföl, se tojássárgája, sőt, tárkony sem, csak ecet formájában. Azt mondta nekem, hogy ami tárkony, az ugye már a tárkonyos ragú leves, és az bizony nem csorba leves. Úgyhogy higgyünk neki. Azt mondta, hogy a leves körülbelül a mi gulyásunkra hasonlít, csak nincs benne piros paprika, de állagában meg nincs benne krumpli. Tehát állagában a mi gulyásunkhoz hasonló színű, hiszen majd lesz benne paradicsom lé. És gyakorlatilag hasonló az állaga is, tehát egy jó sűrű gulyás, ugye? Csak annyi különbsége, hogy itt a hús mellett rendre jó sok zöldség lesz. Jó. Most megvan a répa, azzal kezdünk, hogy ezt a répát egy kevés zsíron, mert hogy azt mondta, hogy zsírt használ az erdélyi konyha, tehát nem is olajat, ez egy evőkanálnyi zsír, én ezt fölolvasztom, és a répát elkezdem pirítani rajta. Kész. És már dolgozom is tovább. Jelesül összevágom hozzá a petrezselyem gyökeret, a karalábét, az ellert, és ezekkel megyünk tovább. Még annyi, hogy a sárga répát azért kell egy nagyon picit párolni, pirítani, nem szép kifejezés, de ugye általánosan elterjedt, hogy azt mondjuk, hogy dinsztelni, de hát ez azért mégsem magyar kifejezés, mert ugye a répa így ad egy kicsi színt, majd egy kicsi, ilyen narancsos, majd hogy nem piros a színt ad majd a levesnek. Ez az egyszerű, úgymond paraszti csorba. Közben látom, hogy fölfort a csirke, úgyhogy ezt egy nagyon picit lejjebb lehet venni, mondjuk szerintem egy 8-asra. Ha olyan hús lenne, ami sokáig fő, tehát mondjuk egy sertés, egy szarvas, mondta Gizi, hogy szarvasból is bitang finom a csorba, akkor lefedném és úgy főzném, de most erre nincs szükség. Jó. Azt lehet látni, hogy a sárgarépa, ahogy pirul, a zsiradék már is kezd elszíneződni, tehát ez nagyon jó képű lesz. Miután nekem szárított lestjánom van, én azt fogok belemorzsolni a répához, és ugye az van a fűszerekkel, hogy a zsiradékban oldódva jobban kiadják az amatukat, illatukat, úgyhogy most jöjjön akkor egy kevés, mondjuk ez egy ilyen kiskanálnyi szárított lestján. Jó.
Tehát benne van a zeller, a gyökér, egy kevés lestján, és benne van a sárgarépa. Közben a csirkénk fő, fölvágom még a karalábét is. Remélem, hogy Gizus, aki figyel minket, csak azt mondta, hogy ő nem akarja szétrolkodni az adást, szó szerint ezt mondta. De mondtam, hogy tegye már meg, hogy nyugodtan szóljon bele, ha valamit nem úgy főzök, mint ahogy azt Erdélyben szokás. Jó. Tehát kérdeztem tőle, hogy például babérlevél, ilyesmi, de azt mondta, hogy higgyem el, hogy só, bors, lestján, és ennyi az egész. És ha belegondolnak, azért van a nálunk is ugye egyfajta ilyen paraszti konyha, és nem arról volt az híres, tehát épp az egyszerűségéről volt híres, és az ételeink, tehát ha belegondolnak, hogy mondjuk egy slambucban, igazából nem sok hozzávaló van, és mégis milyen zseniális. Jó. Zellerből maximum egy ágat, egy ágnyi zeller zöldet kell beletenni a levesbe, így. Tehát akkor ez itt a petrezselyem, ez itt az zeller, jó, apróra vágom, és még ezt hozzáadom a piruló zöldségekhez. És gyakorlatilag a csirkeleve mehet a zöldségekre. Azt nézegettem, hogy ez a 2 liter, ez fölveszi-e a levesünk, de miután kerül bele még majd zöld borsó, zöldbe, meg a hús is belemegy, én ezt a 2 litert ezt ráöntöm. Jó? Tehát ez a 40-dek a húshoz volt kalkulálva. Így. Jó. Ez a húsi marad addig itt. És akkor a leves alapunk for. Miután só volt ugye a húshoz téve, sót nem teszünk bele. Adunk hozzá ellenben egy kevés borsot. Mondjuk azt, hogy ez egy ilyen mokkás kanálnyi. Ugye ebben már csak 2 dolog kell nekünk, illetve 3. Egy kevés sűrített paradicsom vagy paradicsomlé, amivel megadjuk a színét, a savasságát, a savanyúságát. Kell bele egy pici tárkonyecet, illetve citromlé. Azt mondta az én kedves kolléganőm, hogy citromlébel tegyünk bele többet, ecetből kevesebbet, így lesz. Nem mindegy, hogy milyen fagyasztott zöldséget használunk, ez most nem a reklám helye. De volt nekem olyan, amikor a zöldborsó főzeléket főztem, és egyszerűen nem tudtam megfőzni a zöldborsót. Nem lett puha. Tehát nem is értem. Tehát az a zöldborsó főzelék, amelyik fő másfél órán át, az már halál. Úgyhogy érdemes azért egy jobb minőségű zöldséget választani, meg érdemes elolvasni azt, hogy mi van a tasakon. Itt azt írják, hogy ezeknek a gőzben párolt zöldségeknek 3 perc is elég. Ugye a legkorszerűbb eljárás ma az, és a konyhán is ezt alkalmazzuk, hogyha valamit gőzölünk. Hát, a fagyasztott zöldségek jó része is már úgy készül, hogy gőzön átmegy, egy ilyen nagyon magas nyomású gőzön, és ezért a vitaminjaiből, egyebekből keveset veszít. Ugye ez 40 deka, akkor nagyjából a felét én beleszórom. Ennek is a felét. Azt kell, hogy mondjam, hogy a répa roppanós. És azért nem akarom teljesen puhára főzni, mert ugye ez most itt egy 100 fokos lé. Következésképp, ha lezárom, netán még le is fedem, akkor abban a gőzben tökéletesen megpúl a zöldség. Nem megy el még az illata sem. Ha én most ezt puhára főzöm, akkor már a melegítésnél szét fog menni. Tehát én úgy érzem, hogy most ez tökéletes. Én már bele is teszem az ecetet, azért nem tettem előbb bele, mert ugye akkor az ecetnél megáll egy picit a főzési folyamat. Jó, tehát belekerül az ecet. Mérjük ki, hogy legyünk precízek. Én azt gondolom, hogy mondjuk 2 evőkanállal kezdek.
Ja nem, bocsánat, azt beszéltük meg, hogy citromból kerül be több. Egy evőkanál tárkonyecet. Így. Egy dolog maradt még ki a levesből, ez olyan... Hát itt a decisként mérjük ki. Abból bajunk nem lehet. Én ehhez a mennyiséghez ugye 2 liter víz volt, azt mondom, hogy 10% teszünk hozzá mondjuk 2 deci paradicsomlevet. Egy. Jó. Beleteszem a húst, mert akkor jobban látom a sűrűségét is. Jó. Én szerintem ebbe még a maradék paradicsomlé simán belemegy. És akkor ez most majd, hogy nem 3 deci. Feltétlen javasolnék mindenkinek most egy kóstolást. Azt kell, hogy mondjam, hogy talán egy pici sót még teszek bele, de egyébként teljesen rendben van a leves. Egy nagyon pici sót. Így. Azért csak egy nagyon picit megkeverem, hogy lehessen látni, hogy ez egy nagyon zöldséges, klassz kis leves. Próbálom úgy, hogy azért lehessen látni, hogy húsi is van benne. Tehát ő maga az erdélyi csorba levesünk, ebben az esetben, tehát mai napon csirkehússal készítve. Erre díszítésképpen egy fél citromkarikát javaslok, és mondjuk tegyünk a citromkarikára egy levélke petrezselymet, és akkor a mi csorba levesünk mára kész.